Az orgona építésének az ötlete az 2015-ben merült fel, amikor Kormos Gyula barátunkon keresztül megkeresett engem a falu kántora, Laub János. A templomban több mint fél évszázadig nem volt orgona, tehát hogy ez nem egy olyan hangszer, ami leváltott volna közvetlen egy rossz állapotú vagy rossz minőségű elődjét, hanem gyakorlatilag egy üres karzatra került ide. A régi hangszer, mert volt a templomnak régi hangszere, a 19. század közepéről, de gyakorlatilag a 20. század közepére, tehát a háború utára olyan síralmas állapotba került, hogy teljesen használhatatlan volt, a sípművének a nagy része valószínűleg már hiányzott, és a helyi akkori plébános elrendelte a maradék orgona lebontását, hogy a hátsó ablakból fény biztosítson a templomnak. És akkor jött ez a bizonyos 2015-ös év, több mint egy fél évszázaddal arra, hogy még az orgona maradékát is eltakarították a templomból, és akkor gyakorlatilag Házenfrác Ferenc iniciatívájára, kezdeményezésére hát összeállt egy komisszió, összeállt egy bizottság, amely megmutatta, hogy milyen árban, milyen mérettel és milyen pozícióval kéne építeni az új orgonát. Ebben már én is részt vettem, ebben már Kornos Gyula is részt vett, és Házenfrác Ferenc egyébként kanadai vállalkozó kivándorolt hazánk fia, ebből a faluból származott, ő biztosította ennek az orgonának az anyagi hátterét egy nagyon nagy lelkű adománnyal. És onnantól kezdve, hogy egy csomó mindent gyakorlatilag megbeszéltünk, megegyeztünk, elkezdtünk keresni egy olyan hangszert a Kárpát-medencében, ami gyakorlatilag ebbe a kultúrkörbe jól illik és jól reprezentálja a magyar történelem évszázadait az orgona építés és a zenekultúra viszonylatában. Szokatlan szakmai kihívás volt számunkra a szári orgona, ugyanis historikus hangszerről beszélünk, ilyet a mi vállalkozásunk korábban nem épített. Egy ilyen munkánál alapvetően fontos, hogy egy adott korszak vagy egy adott építési stílust alaposan megismerjünk, és a korabeli technológiai megoldásokat sajátunként tudjunk kezelni. Mindemellett elengedhetetlen, hogy a művészeti szempontoknak éppen annyira meg tudjunk felelni. Ezekben a művészeti szempontokban tulajdonképpen benne van egy kicsit az is, hogy a mai művészeti szempontoknak megfelelni. Nyilván, hogyha mi, tehát egy hangszer, ami teljesen olyan, mint ahogy a 17. században megépítették, kompromisszum nélkül gyakorlatilag újra
álmodod, az, abba beletörik a bicskája a mai hormonisták túlnyomó részének, nem? Tehát, hogy ebben van egy pici rizikó, és ha úgy tetszik, mert ilyen hangszereket főleg specialisták tudnak jól megszólaltatni, és azok kez alatt szólt tényleg úgy, hogy ez másokat is meggyőzön. Ha egy amatőr őrrá vagyunk mondjuk átlagos, tehát amilyen képzettségű hormonistáink voltak az elmúlt, nem is tudom, fél évszázadban, vagy még hosszabb periódusban, ők gyakorlatilag ilyen mindenevő féle hormonisták voltak a romantikától, elkezdve modern műveken, hát stb. És fogmálok is. Hát az a irodalom szeret, amilyen hormonákra vonatkozik, az azért nem nagyon volt reprezentálva se a tanulmányokban, se pedig a koncerteken, tehát nem volt a standard. Bach, mit tudom én, Frank Liszt, esetleg Reger, és akkor a hazai modern szerzőknek gárda nyitól elkezdve, hogy csodát tudja, akár Sényi Erzsébet tanár, akár meddig bezárólag, de hát olyan szerzők, akik specifikusan a késő reneszánszban kicsi darabokat adott esetben, vagy a korabarokban írtak, hát nem nagyon voltak reprezentálva, tehát azért ennek nekifutni ez egy rizikó, nem? Hogyne. Itt is volt kompromisszum, azért gondolom, minden oldalról hozva, hogy ne legyen egy nagyon-nagyon-nagyon beszűkült repertoárnak szentelve ez a hangszer. Hogyne. Az egyik oldalon ott volt az a fajta művészeti igény, hogy a korszak mestereinek munkáit a korabeli hangolástól a széllellátáson át, akár a sípok kialakításáig, ennél a hangszernél konkrétan létrehozzuk, megszólaltathatóvá tegyük, de elsősorban ez a hangszer akkor is a liturgia szolgálatában épült, tehát amellett, hogy a lehető legkompromisszummentesebben kellett ennek a feladatnak nekifutnunk, emellett nyilvánvaló, hogy mind a hangterjedelmet, mind a játszhatóságot a hétköznapi praktikus szempontoknak megfelelővé tegyük. Igen, ez egy érdekes kis, hogy is mondjam, kötéltánc volt, mert eleve az orvon a választása is egy kicsit a kompromisszum jegyében zajlott, ugyanis én azt gondolom, hogy ennek a hangszernek a mintája, amit ugye kvázi klónoztunk, az a Lőcse evangélikus templomban áll a 17. század végéről, a síp művének egy jelentős része valószínűleg sokkal korábbi. Hát akkor az azt jelenti, hogy ez még adott esetben 16. század végi hangszer maradék is lehet. Viszont én azt gondolom, azt sejtem, hogy az egyik legkorábbi olyan példa a Kárpát-medencéből ez az orgona, ahol már nem rövid oktáv épült. Tehát emlékszem ugye, hogy a mély oktáv az cisszel együtt ki volt építve, tehát a széllandal. Igen, igen, tehát bizonyítható. Egyébként azóta többen is megkerestek ez ügyben minket, hogy vajon mennyire autentikus a kiépített mély oktáv ennél a hangszernél, de mivel hogy a lőcsei hangszeren már nem az eredeti játszószekrény volt kipróbálható, hanem egy utólag épített, azt hiszem a 19. század első felében épített játszó asztal volt, amint teljesen egyértelmű, hogy kiépítették a mély oktávot, de a hangszer feltárásakor az eredeti szélládán is bizonyítható, dokumentálható, felmérhető az eredeti szélláda. Kromatikus mély oktávval, így van. Egyébként hozzáteszem, hogy egy orgona építő számára, amikor a legkorábbi sípot például mi felmértük, a sípanyagot, akkor egy orgona építő keze megremeg. Tehát egy falat történelmet tart a kezébe. Így van. Így van. Így van. Hihetetlen dolog. És ennyi év távlatából végül is, hogy
ha hallod az orgona hangját, én most nem szentimentális képésre gondolok, hanem arra távolatra, amikor az ember egy kicsit már a saját munkáját is valamilyen semlegesen tudja megítélni, hogy mit gondolsz erről a hangról. Nagyon sokat dolgoztunk annak idején ezen a hangon. Eredeti paraméterek alapján próbáltuk, ugye az eredeti orgona sajnos romos, és ott csak éppen, hogy valamiféle kis szájról fújt lehetőség volt arra, hogy a hangját halljuk, de hát ugye nagyon próbáltuk ebből azokat a paramétereket, illetve azoknak a paraméterek alapján az eredeti hangot kicsikarni, ami lehetett. Hogy szól ez most neked? Mit hallasz ebben az orgonában? Mi a véleményed? Nekem ami a megdöbbentő, hogy korábbi orgonákat, akár az általunk épített új orgonákat tekintve, akár régi hangszerek sípanyagát tekintve, teljesen szokatlan. Tehát a jól ismert, a magyar orgonaépítő számára jól ismert minták, analógiák teljesen mást engedtek sejtetni. Lényegében, ha a principákat nézem, amíg nem hoztuk ide a helyszínre a sípot, még a műhelyben is teljesen máshogy szólt. Biztos. És itt a templomban, hogy ez az orgona elkezdte megmutatni magát. Kezdve a principál sípoktól, aztán a szavicionál, a honos regiszter is, mind-mind olyan, hogy egyfelől egy teljesen újszerű élmény, másfelől viszont, ahogy összeállt az intonáció és a hangolás a helyszínen, mégis úgymond teljesen sajátjaként tudja érezni bárki ezt a hangot. Tehát teljesen egy tehát mintha hazajönne az ember, tehát teljesen magától értetődőnek tűnik, pedig az első hallásra egy abszolút szokatlan és számomra legalábbis újszerű élmény. Erre a hazatérés témára most szerintem még röviden visszatérünk, de annyit hozzátennék, hogy igen, nekem is az volt az élményem, vagy az érzésem, hogy nyilván a hangszert erre a helyre, tehát ez egy szűkös, ahol föl kellett építeni, erre adaptálni kellett, de hogy onnantól kezdve, hogy végül is a lőcsei paramétereket sikerült itt megvalósítani, onnantól kezdve olyan volt, mintha az orgona diktálta volna a tempót. Tehát nem te találtad ki, nem én találtam ki az egészet, hanem valamit csinált, amihez nekünk igazodni kellett. Tehát igen, de mi lényegében végrehajtottuk csak, amit igen. Ezek a paraméterek megkövetettek. Ilyen szempontból számomra talán a Quintadena regiszter volt a legillusztrisabb példa. Tehát lényegében adott volt egy látszólag teljesen szokványos födött fémsíp regiszter. Nem is olyan nagyon szűk. Így van, nem tűnt szokatlannak semmiféle paramétere, és mégis, ahogy az ember dolgozott vele, úgy nem nagyon akart meggyőzően szólni, és amikor megtaláltuk azt a bizonyos kialakítást, azt a bizonyos beállítást a sípon, amit ő kívánt. Tehát most ez kicsit tényleg olyan bazárinak tűnik ez a megfogalmazás, de tényleg való igaz, hogy a sípok mutatták meg, hogy... Hozasztó szűk paramétereken belül. Igen. Tehát nem nagyon lehetett vele játszani, erősíteni, gyengíteni, késleltetni, pontosítani. Pont ahogy a száját és a magját az ember úgy állította be, ahogy a sípnak való, onnantól kezdve lenyűgöző. Adta magát. Igen, és az a bizonyos hazatérés élmény, ahogy mondtad a hangról, hogy egyszerre rendkívül szokatlan, hát főleg itt fatornyos, húzatos kis hazánkban, ahol azért nagyon sokáig egyféle standard ült meg, amit aztán ugye a kommunizmus idejét nem is lehetett nagyon nyitogatni, főleg nem nyugat felé.
De egyszerre ugye az újszerűségén túl van benne egy olyan, hogy otthon vagy hirtelen benne. És azt gondolom, az Orgonának ez azért a sajátja, ez a bizonyos, nem csak a hangjának, hanem az egész koncepció erről szól, hogy újszerű is, de otthon is vagy. Mert ez a magyar történelmnek az egyik nagyon illusztris városából származó, ha úgy tetszik, magyar történelmi hangszer. Így de van, és nagyon örültem is neki, amikor nem külföldi, nyugat-európai mesterek hangszereit kellett meghonosítani, mert erre láttunk már nagyon jó példákat, akár hazánkban is, meg külföldön annál inkább, hanem valami egészen más irányba kanyarodtunk el, és maradtunk mégis a történelmi Magyarország kultúrtájon. Tehát... Ez így van, és valahol ez üzenet is valahol a szakmának, hogy azon túl, hogy nyilván tehát érdemes megismerni az Orgona építészet csúcsait, legyen az mit tudom én, észak-német reneszánsz és barokk stílus, vagy az itáliai, vagy tudom is én a francia, vagy a közép-német, ami most az utóbbi években sokszor volt tématárgya itt az úgynevezett Bach-Orgonák kapcsán. Igen, szerintem nagyon ideje volt annak, hogy egy illusztrisabb hangszerrel a háztáit is beemeljük ebbe a bizonyos sorba. És háztáit, de nem háztáit, és éppen ebből fakad az újszerűsége, hogy ugye a mai magyar állam területén többnyire a török hódoltság alatt ugye nem volt különösebb orgonai építés, tehát azért itt erős visszamaradás és dekadencia volt. Azon kívül a protestantizmus ugye magyarok által favorizált ágában, a református vallásban nem volt gyakorlatilag orgona még a templomban a török hódoltság alatt. Tehát az akkori királyi Magyarország, ami lényegében a durván a mai Szlovákia területe, az produkált, illetve hát a szintén akkor különálló politikai egység Erdély, ugye őnekik volt orgona építés tradíciójuk, és hát hogyha a magyar ember, vagy a magyar muzsikus a saját kultúrájának az orgonáit próbálja a reneszánsz, illetve a barokk korból megismerni, akkor bizony külföldre kell ma menni. Mert hát így alakult ez történelmének. Tehát nagyon sokáig lehetne vitatkozni erről, hogy ez most hogy magyar orgona, hogy szlovák orgona, mert nyilván egy szlovák azt mondja, hogy természetesen egy szlovák orgona. Én azt gondolom erről, hogy mind a kettőnek valahol igaza van, és akarom egyiknek sincs igaza. Tegyük mindjárt hozzá, hogy Lőcsén nagyon magyar szó ebben az időben nem hangzott el. Külbe annyi magyar szó hangzott ott el, mint szlovák szó, mert ez egy német város volt. Itt, hogy a kultúrvárosaink nagy többsége német ajkú volt. Így van, és nem tudom, emlékszel-e, Dávid, hogy amikor Lőcsén az Orgonát felmértük, a szélláda repedéseit is kézzel írott német-magyar szótár lapokkal javították abban az időben, amikor még ugye más térképet láttunk a Kárpát-medencében. Így van. És én azt gondolom, hogy ez is egyébként borzasztóan fontos, hogy valaki ne csak a kliséken keresztül ismerje a saját múltját és a saját hazájának a történetét, illetve kultúrtörténetét, hanem egy picit. Egyébként erre az Orgona kutatások valami elképesztően jók, hogy egy kicsit a valóságba tudsz bepillantani, ami mentes a klisétől, mentes a foci drukker identitástól, amit hát most itt Közép-Európában mindannyian kifejlesztettünk magunknak. És akkor rettentő jól tudod állni, hogy is nézett ki az, amit akkor magyarnak hívtak. De az attól még a miénk, tehát meg hát azoké, akik ugye ezt magukénak érzik, tehát legyen az, mit tudom én, szlovák, vagy akárki, aki itt élt a Kárpát-medencében akkor is.
De még van egy érdekes aspektusa, ők kevésbé éltek a Kárpát-medencébe, de egy nagyon erős hatást figyeltünk meg akár ezen az orgonán is, az a lengyel orgona világa. Nem tudom, találkoztál a lengyel hangszerrel korábban? Korábban nem. Lényegében, amikor ezt az orgonát elkezdtük megtervezni, akkor kezdtem el megismerni ezeket a hatásokat. A menzúrákon keresztül, a szerkezeti megoldásokon keresztül, és érdekes egyébként, hogy a lengyel orgonában emellett ugye van egy olasz hatás, tehát amikor körbeérnek az egyes ismerni vélt és tankönyvek alapján, lexikonok alapján tudni vélt tudás, amikor felülbírálódik a gyakorlati munkában, tehát a szakma megismerésén és a kézzelfoghatóságán keresztül az ember rájön bizonyos összefüggésekre. Erről a lengyel vonalról egyébként ez idáig nem is nagyon tudott senki, mi magunk sem. Ez egy viszonylag új felfedezés, de ez valószínűleg abból a két okból fakad, hogy egyrészt azok a területek, ahol akkor tényleg orgonaépítés zajlott méghozzá magas szinten, a történelmi Magyarország azok már nem tartoznak Magyarországhoz, és a másik ok az, hogy ez a lengyel hatás az egy nagyon-nagyon régi dolog. Tehát onnantól kezdve, hogy mit tudom én, a törököt kiűzik, és ugyan a 18. század, akkor itt azért egy erős osztrák, dél-német, cseh orgonai építési irány gyökerezik meg a Kárpát-medencébe és hát a mai Magyarországon, és ez az, amit ti is ismertek, orgonaépítők, meg amit mi is, főleg egy pici pozitívok formájában, meg egy-két nagyobb orgona formájában, de ez nem az a világ. Nem. És egyébként itt említett egy olasz vonalat, és szerintem egyébként az még ebben a dél-németes valamiben, ami hát mondjuk úgy, hogy valamennyire azért szokványos a mai füleknek is, akik főleg érdeklődnek a történelmi hangszerek iránt itthon. Ott van egy érezhetően, gondolom a szűk principálokon keresztül, az alacsonyabb szélnyomáson keresztül, ott van egy ilyen hallható, mitől men a Kálvin téren is, tulajdonképpen be tudsz regisztrálni olaszos plénumot. Ami nekem itt nagyon meglepő, hogy ennek a lengyel vonalnak van egy északnémetes hatása, vagy érzete nyilván. Tehát ez az orgona stílus, amiről nem sokat beszélnek, a lengyel, az már azelőtt lényegében tapintható, sajnos többnyire csak forrásokból, mielőtt
ezek az orgonatájak olyan rendesen kiformák magukat, mert ez tényleg ilyen Stigger-szerű észak-német orgonákról, vagy akár korábbi hangszerekről úgy tudsz beszélni, hogy az egy egységes, különálló, valamit meg tudsz különböztetni, hogy közép-német stílustól, vagy dél-némettől, vagy stb. A 15. nem 16. században már gyakorlatilag a rendelőnél borzasztó hasonlóan néznek ki. És akkor ugye nyilván a történelmi Magyarország eszméletlen szoros politikai, gazdaság és kulturális kapcsolatok tápolta lengyel blokkal, ami abszolút nem meglepő, mert nyugatra ugye ott van az egy alternatíva, ugye a Habsburg birodalom és annak az a dél-német vonulata, ami akkor azért teljesen másod, mint a 18. századi dél-német vonulat, de tök mindegy, az egy dél-német világ. Erről, ha elnéz, itt egy Sopronban Vöker orgonát megnézed, ami ennek az eredeténél lehet régebbi, nem tudjuk Vökerle, de az akkori dél-német világnak a gyereke. Igen ám, de ha vége van a Habsburg birodalomnak, és akkor elkezdődik a lengyel szomszéd, mert akkor ugye még szomszéd volt, ott bizony onnan jön a hatás. Keletről meg máshonnan nem tud jönni, mert ott már ortodoxia van. Ugye, módva alvasal föl és a többi. Úgyhogy, és akkor van ennek a bizonyos, ja hát ugye szepesség, ugye az elzálló, gocsított szepességi városok, ott gyakorlatilag lengyel közigazgatás volt. Igen. Nagyon sokáig, tehát ott ömlött befele minden, ami lesz. És erről tanúskodnak a sítmenzúrát is keményen, amit Lőcsén felmértünk, és konkrét, azt hiszem Hán orgonának a principál ugyanazok a menzúrák. Ugyanaz a menzúra, fél hanggal bővebben ez, mint a Hán orgona. Ugye a Hánról azt kell tudni, hanem ez Hán, ő is Lőcsei volt. A 18. század elején született, mint evangélikus, hát akkor még tanonc, illetve nyilván amikor született, akkor ő csak egy evangélikus családnak a sarja volt, és ennek hangszerek az eredetét kívül belül kellett ismerni. És ő lett a 18. századi Erdélynek a legjelentősebb orgonaépítője, és a legtermékenyebb orgonaépítő, és valóban borzasztó szoros rokonságot mutat a principál kar menzurálása Hánéval. Amely principál kar egyébként lengyel analógiákkal is összeegyeztethető volt, mint utólag kiderült. Abszolút, abszolút. Úgyhogy mondjuk talán el, hogy mik azok az elsődleges jegyek vagy regiszterek, amik elárulják egy orgonáról a lengyel hatást vagy gyökeret? Szerintem a rostlőte regiszterrel kezdhetjük ezt a felsorolást. A szokatlanul bő menzúrával, bő csőmenzúrával is, tehát egy abszolút meggyőző csöves fúvol a hangszín, ám de annyira testes és annyira jól alapozó regiszterről beszélünk, ami nem, teljesen nem, teljesen szokatlan a dél-német orgonák után, ha most így erre a múltra tekintenénk vissza, ez teljesen gyökeresen eltérő hangszín. A korábban említett Pintadéna szintén egy sajátja ennek a regiszternek. Egyik hozzá Pintadénához képest egyáltalán nem szűk ez a bizonyos Pintadéna. Gyakorlatilag az lenne egy dél-német világban mondjuk egy normál fődött. És akkor ott van a Tölcsére Szavicionál. Az egy érdekes regiszter, mert egy vonós regiszterről beszélünk, és ugye hát a tájékozatlanabb műkedvelők általában vonósokat a romantikához szokták sorolni. Azért ez a kép ma már korrigálódott, és akkor azt mondjuk, hogy barokk, illetve hát itt elterjedt ez a dél-német barokk, tehát ami vonós, ez feltétlen dél-német, ez persze nem egészen van így, sőt, hát erre a legjobb példa maga a lengyel orgonaépítés, mert a lengyel az nem dél-német világ, legalábbis a 17.-16. századi lengyel orgonaépítés az nem ehhez kötődik. Viszont náluk jelenik meg a szelekcionálmit vonós regiszter,
bizonyíthatóan legkorábban. És az az érdekes egyébként, hogy Besztercén, és vigyázzon, mert nem Besterce bánya, hanem az erdélyi Besztercén, ami egyébként szintén borzasztóan jelentős, tegyük hozzá német műveltségű, németes műveltségű kultúrváros volt az évszakok során. Ott épült a 16. század derekán egy orgon, amit egy lembergi mester, egy úgynevezett, hogy is hívják őt, Jakobus Létus épített, és hát forrásokból, sajnos már csak közvetett forrásokból, de megvan a szerződés, amit a lőcsei, a besztercei evangélikus gyülekezettel kötött, és bizony szerepel az orgona regiszter között a szalicionál, amit ugye a lengyelek szalicionálnak hívnak, vagy hívtak akkor, és ami borzasztóan érdekes, hogy a kutatásaim szerint nagyon valószínű, hogy ez a regiszter, ez bizony a mai napig megvan, az utód orgonába. A 18. században épült egy hangszemióda, ami szintén egyébként a lengyel hatásokat mutat, ez a Johannes Prauser, egy sziléziai orgonépítő volt, és a 18. század 90-es évében épített orgonát, és felhasználta régiből a regisztereket, és Prauza orgonájának a nagy része megmaradt sajnos erősen átalakítva, és úgy látom, hogy nem nagyon van esély a legalább a Prauza korabeli állapotok visszaállítására, de kutatásra jó volt az orgonát szembevételezni, ugyanis van benne egy töltséges, nagyon olmos anyagú szalicionál, ami nagyon-nagyon valószínű, hogy még az eredeti lengyel létuszféle lembergi szalicionálnak a maradványa. És ebben, hogyha ezt ugye bizonyítottnak tekintek, én annak tekintem igazából, meg vannak rá szakmai okaim, akkor kimondhatjuk, hogy a vonós ideál, a vonós hang az bizony jóval azelőtt megjelent Lengyelföldön, illetve erdélyi és történelmi magyar, felső magyar országban, mielőtt a délnémet orgonatájban ismerték volna. Tehát ez egy kuriózum. Thank you.
ha már a lengyel stílusjegyeknél tartunk, Dávid, sose felejtem el, amikor a Lőcsei Orgona felmérése után ugye egyéb analógiákat is kerestünk annak érdekében, hogy a nem feltárható dolgokat megismerjük, nem feltárható, véletően egykor kialakított regiszterhúzót, egyéb regisztereket kitaláljuk és megtervezzük. Igen. És amikor előálltál az ötlettel, hogy hát a lengyel címbelt mindenképp tegyük bele, ha bár nem volt ebben a regiszterben, az Orgonában, ugye? Igen, az Orgonában. Akkor lényegében először azt hittük, hogy szórakozol velünk. Előálltál az ötlettel egy szakkönyvből kimásolt oldala, hogy na ezt kell megépíteni. Sajnos mintákat nagyon nem tudtam mutatni, mert igen, alig igen maradt. A történet nem sok ilyet hagyott rám, de hát gondoltam, tehát a sztereotipikusan ugye a lengyel orgona stílusnak az eszenciája az a lengyel címmel. És hát gondoltam, hogyha ennyire jól tapintható ez a bizonyos lengyel stílus irány, amit ez az orgona képvisel, akkor egy replika esetében az izenbocsáhatós bűn bele tenni ezt a bizonyos címet, annál is inkább, mert nagyon sok szepességi orgonán ennek a testvéreinél ki lehet mutatni, Késmárkon, talán két templomban is ki lehet mutatni, Szepesszombaton, a szerződésben még külön meg is említi az egyébként lengyel orgonaépítő, hogy a mixturához a címet ő odagond automatikusan építeni, és nagyon valószínű, hogy Erdélyben is jelen volt, ha nem is sok orgonánál, de hogy ez létezett. Mit szólsz ehhez a címbelhez? Mit szóltál te akkor ez az egész beteg ötlethez? Hát egyfelől azt hittem, ugye, ahogy említettem is, hogy egy rossz vicc, másfelől eszembe jutnak azok a művészek, akik az elsők között az elkészült hangszert kipróbálták, és próbálgatták a hangszíneket, és amikor tartott egy akkordot valaki, kihúzta a regiszterhúzót és meghallotta, akkor mindenki elengedte azonnal a klaviatúrát. Tehát idő kellett mindenkinek, és szerintem nekünk is, mondhatom. Konkrét műveken bemutatva értettem azt meg, hogy ennek a dolognak van itt létjogosultsága, és nem csak egy, és most nem csak egy fricska, de abszolút működik. Tehát itt akár a napokban, vagy pár héttel ezelőtt, vagy az utóbbi években egy-egy koncerten itt hallhattuk ezt a hangszert teljes pompájában, egy sajátságos fényt ad a hangszernek ez a regiszter, és... De itt az a vicc ebben a regiszterben. És gyönyörűen szól, gyönyörűen. Tehát tényleg hozzáad egyfajta ilyen, hát, hogy úgy mondjam, rusztikus bájt. Abszolút, abszolút. És hát ugye az érdekes, amin a regiszternél, hogy ezek gyakorlatilag hangolatlan sípok. Egy közös síplábra téve, hangolatlan pici sípok, és hát amit ad ez a hangeffektus, az tulajdonképpen egy ilyen csörgés, csicsergés, olyan beazonosíthatatlan. Thank you.
már az orkusi orgonát, a Flentrop cég, az orkusi orgonáról azt kell tudni, hogy az egykori, tehát a Lőcsei Szent Jakab templom egykori orgonájának volt az ikertestvére, ezt ugyanez a Hans Hummel és Georg vagy Jerzy Nitrovsky építette, tehát a Lőcseit ugyanez az orgonaépítő páros építette, mint az orgonkusit, és ezek gyakorlatilag azonos orgonák. A Lőcsei az elveszett, mert az orgonaházam megvan még, a sípműből talán, ha egy kis töredék, ott egy Rieger orgona szól, mint ahogy egyébként általában a felvidék legtöbb öreg orgonaházából Rieger hangok hallatszódnak. Orkusban megmaradt a reneszánsz hangszer, és most ugye a Flentrop cég néhány évvel ezelőtt gyönyörűen restaurált, és ott lehet hallani többek között eredeti lengyel címbelt. Ez ráadásul egy nagyobb lengyel címbel, mint ezen a kicsi orgonán. Vagy hadsoros. Hadsoros, és elképesztő effektus, tehát ez az valami hihetetlen, és nagyon örülök, hogy ennek a nagy hadsorosnak, a nagy háromsoros kis testvérét Magyarországon is hallható. Hát én először azt hittem, hogy elkészült egy darab síp, ugye, minta. Lényegében ugye egy síplábon három pici síp derék van. Szépen meghangoltam, nagyon szép, Dávidnak is tetszett, ugye, és akkor kérdeztem, hogy oké, és hol vannak a repetíciók, a többi hang az hogy szóljon. Ja nem, hát az összes így lesz. Ugyanez. De én is ilyen szempontból egyszerű. Igen. Aztán ott vannak ezek a bizonyos szintén lengyelvonás, ugye a kovácsoltvas kulcsforma regiszterhúzók. Ezek sem voltak már meg a lőcsén, de elég jól lehetett kivenni a luk távolságokból, meg a kialakításból, hogy itt valami hasonló dolog lehetett. Meg hát ott is voltak analógiák természetesen, késmákon. Szintén az ott még megvan a reneszánsz orgonán, a katolikus templomban. A kulcsformájú regiszterhúzók mindegyike, és hát orgusban természetesen szintén. Úgyhogy egy kis lengyel-magyar barátság beütése is van ennek a projektnek. És nagyon érdekes volt, hogy amikor a Paulus műhely a honlapra először föltette az akkor már elkészült lengyel címbel sípokat, illetve sípcsoportokat, akkor azt hiszem, hogy Krakóból Krzysztof Urbanyák nevű elég nagy hírnévre szertett orgonista kollégánk rögtön jelentkezett, hogy hát lengyel orgonát építünk, és borzasztó lelkes volt. És nagyon jó szakmai elismerés volt, hogy a többi képre is, meg erre a képre is tudott a saját hangszeréből korabeli analógiákat mutatni. Tehát mind az intonációra, ahogy mi úgy gondolom, hogy megértettük a lényegét ennek a stílusnak. És nagyon igazolva éreztem szerencsére szakmailag magunkat, és ez nagyon jó érzés volt, amikor Urbaniak úr ezeket a képeket és analógiákat párba tudta állítani a mi munkánkkal. Borzasztó támogatóra vett a háttérben részt ebbe, és én ezt nevezem igazi lengyel-magyar barátságnak, azt hiszem, hogy így megvalósult.